Tehát látták önök is, és le is tömezték, hogy akkor, mikor egy jó másfél évvel ezelőtt kutyák voltak, egy teljesen más viszonyok uralkodtak, teljesen másképp nézett ki ez a kutyamenhely. Most azt gondolom, hogy ez a kutyamenhely egy példaértékű kutyamenhely, nem csak Szabadkára vonatkozóan, az egész országra vonatkozóan. Az önkormányzat rendezte a tulajdonjogi viszonyokat, a anyanyagi viszonyokat, illetve 15 millió dinárt választottunk ki a tavalyi év folyamán, és rendeztük az első fázisát a beruházásnak, ami azt jelenti, hogy olyan feltételeket biztosítunk a kutyáknak, amelyek tényleg a törvényeknek megfelelnek, illetve amik az állatvédők is elfogadnak. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy teljesen másképp néz ki most a kutyamehely, mint másfél évvel ezelőtt. Megnöveltük a kapacitását is ennek a szabadtéri kutyamehelynek, és valójában elkezdődhet napokon belül a próbai szemenek ennek a kutyamehelynek, ami azt jelenti, hogy valószínűleg pár héten belül azok a kutyák, amelyek kóborolnak, azok is be lesznek fogva, és igazából az elkövetkező két-három éven belül szerintem azoknak az intézkedésének köszönhetően, mert elsősorban a csippelést illeti, illetve valójában magát a sterilizációt illeti, illetve a házasítását a háziállatoknak, arra vonatkozóan teljesen meg fog szűnni a kóbor kutyának a problematikai város területén. Azt gondolom, hogy ez példaértékű Szabadkának egy ilyen kutyamenhelye lesz, kettő pedig remélem azt is, hogy a második fázist ki fogja írni heteken belőle a közvállalat, ami azt jelenti, hogy egy macska menhely is lesz itt Szabadkán, külön lesz előlátva macska menhely, és ki lesznek képítve azok a tartalmak, amelyek még hiányoznak, tehát ahol fürdetni fogják a házi őszakot, ahol el lesz helyezve az élelmiszerük a házi állatoknak, illetve a kutyáknak és a macskáknak is. Ezáltal teljes mértékben ennek az év végig egy olyan kutyamenhely lesz, illetve macska menhely lesz a Szabadkának, amely valószínű országos szinten nagyon kevés önkormányzatnak van, vagy talán nincs is. Én örülök annak, hogy 10 évi vajudás és 10 évi ígérgetés után ezt a projektumot is megvalósítottuk nagy mértékben, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan kemény munkának az eredménye, amit az elmúlt években lefektettünk.